Köszöntöm kedves nézőinket, stúdión mai vendége, Keserű Sándor pedagógus, edző. Köszöntöm is a stúdióban. Köszönjük sokan. A Magyar Kultúra napja alkalmából januárban Karcagváros sportjáért díjban részesült. Ugye hosszú idő telik el, míg az ember, miről az ember megkap egy ilyen díjat. Annak idején, gyermekkorában milyen szerepet töltött be a sport az életében? Gyakorlatilag abban éltünk, tehát az volt a szórakozásunk, hogy bicikliztünk, fociztunk, pingpongoztunk általános iskolában, középiskolában. Gyakorlatilag szerencsénk volt, minden télen tudtunk korcsolyázni, saját magunknak öntöttük a salakpályára a jeget és készítettük a korcsolyapályát. Nagyon tartalmas gimnáziumi sportéletünk volt. Volt ODK-s kör, országjáró diákok köre, volt sziklamászó szakosztályunk. Én sziklát másztam Szlovákiában, Romániában, túrázgattunk. Röplabdáztam már gimnázium első osztályától. Bekerültem egy olyan csapatba, ahol felnőtteknek voltunk, igazgató úréknak voltunk mi az ellenfelük. Így gyakorlatilag 4 éven keresztül azzal a csapattal röplabdáztam. Különböző sportversenyekre jutottunk el velük. Szertornáztam, versenyszerűen szertornáztam a gimnáziumban. Innentől kezdve adott volt a dolog, hogy testnevelő tanárként szeretnék majd későbbiekben dolgozni. Tehát akkor ez már egészen a kiskorban, általános iskolás, középiskolás korban megfogalmazódott, hogy a testnevelés, a sport az élete szerves részét fogja képezni, igen. És így történt az elhatározás a tanári pálya felé. Tanárai, szülei, családja ebben hogyan támogatták? Szüleimnek nagyon tetszett az elhatározásom. Mindenben támogattak. Gyakorlatilag első alkalommal nem vettek fel képesítés nélkül, tanítottam egy évig, és úgy döntöttem, hogy nem pedagógus pályára megyek, tehát gyakorlatilag az alatt az egy év alatt inkább elmegyek fizikai munkát végezni, hogy kondiba maradjak. Édesapám még nem engedték, azt mondták, hogy már akkor kezdjem a tanári pályát. Nem én vagyok az egyetlen, aki képesítés nélküli pedagógusként volt az ismeretségi körben, és úgy gondolták, hogy akkor legalább belelátok a pedagógus munkájába. Első fél évben harmadikosoknak voltam napközis nevelője, második fél évben úgy hozta a sors, hogy földrajztás nevelés kellett tanítanom egy általános iskola felső tagozatában. Tehát beleérzett a tanári igen. hivatásnak a szépségeibe is, meg a kihívásaiba igen. is. Ez az időszak itt történt Karcagon, nem. vagy más településen? Sárit udvariban volt ez az egy év. Nagyon szép emlékeim vannak róla. Tényleg nagyon sokat tanultam az akkori igazgatótól, nagyon emberséges volt. Szerintem az is segített azon, vagy abban, hogy ezen a pályán maradjak. Diploma megszerzése után, ugye ott a kérdés, hogy hol helyezkedünk el, sikerült-e itt Karcagon elhelyezkedni rögtön a diploma után? Igen, a diploma után itt volt az első munkahelyem a Győrfi István általános iskolában. Egy barátom segítségével, illetve hát nem is unszolására, csak javaslatára jöttem és kérdeztem egy-két iskolában meg, hogy nincs-e szükség testnevelőre. Pánti Ildikó igazgatónő úgy döntött, hogy lát benne a fantáziát, és gyakorlatilag 90-től ott dolgoztam 2002-ig, 12 éven keresztül. Milyen kihívásokat látott akkor, illetve most az általános iskolai testnevelés oktatásban? Én úgy gondolom, hogy abban az időben könnyebb dolgunk volt, amellett, hogy gyakorlatilag nem egy testnevelés tagozati iskolába kerültem, mert akkor a Kovács volt, a mai Kovács volt a testnevelés tagozati iskola. Nem a sport volt a központi, vagy a központja az iskolai tanulmányi munkának, hanem inkább szó szerint a tanulás. Viszont Pánti Ildikó igazgatónő úgy gondol, illetve láttam, tudta, hogy elkezdtem a úszással foglalkozni, úszóedzősködtem, és az ő ötletére alakítottuk meg, illetve hoztuk életre a Győrfiben az úszó osztályukat. És olyan szépen, vagy olyan sikeresen kapcsolódott az úszás meg az angol tagozat,
hogy én mondhatom, hogy nagy sikerrel indítottuk el, és egyre többen szép számmal jelentkeztek a szülők, gyerekek erre a tagozatra. Onnan jöttek az első igazán nagyobb, vagy olyan nagyobb sportsikereim, vagy sportsikerek az iskolában. Olyan csapatokkal tudtuk felvenni a versenyeket, vagy a versenyt, ahol napi két edzés volt. Mi már abban az időben csak heti kettővel, jó esetben hárommal tudtunk edzést tartani. Ott már naponta kettő volt. És még így is voltak olyan gyermekek, olyan csapatok, akik országos döntőig jutottak el ilyen körülmények között. Úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek Pánti Ildikó kitartásának, illetve azoknak a szülőknek, akik támogatták akkor és ott a gyermekeiket, illetve hát az úszást, mint sportágat. Ugyan most már nem tanít a Györfi Általános Iskolában, hiszen Kisújszálláson tanít egy középiskolában, de az úszás oktatása az megmaradt az életében. Itt a városban sokan ismerjük és tudjuk, hogy időszakosan az Akászligát fürdőben úszás oktatást tart. Ez hogyan jött ez a kezdeményezése? Hát az úszás oktatás az gyakorlatilag párhuzamosan ment az edzősködésre. Rájöttünk arra, hogy ahhoz, hogy évközben legyenek gyermekek, akik edzésre járnak, azokat fel kell készíteni, illetve meg kell tanulni, vagy tanítani a gyermekeket úszni, és onnantól kezdve, hogyha megszerették, meg a szülő is lát benne fantáziát, természetesen be tudja osztani a heti programját, napi rendjét úgy, hogy eljárjon edzésre is. Szívesen és szeretettel láttuk őket. Nagyon szép száma jártak gyermekek edzésre, úszóedzésre, abban az időben is, amikor átjártunk Ladányba, mert sajnos volt egy olyan időszak, amikor át kellett járjunk, de busszal vittük a gyereket, busszal hoztuk a gyerekeket. Szerintem az nagy élmény volt a gyerekek számára is. És úgy döntöttem, hogy hát úgy akkor láttuk, hogy kevés az edzés önmagában, ezt fel kell építeni, elő kell készíteni, és akkor a nyári időszakban megszerveztük a tanfolyamokat. És ez több szempontból is jó volt, mert a Györfiben az úszó osztályok, azok másodévtől indultak, hogy az első évben gyerekek beszokjanak a iskolába, megszokják azt, hogy most öltözködni kell, megszokják azt, hogy cipőt kell fölvenni, és hogy ezt előkészítsük első és második osztály között, a nyári szünetben, ezeknek a gyerekeknek kezdtünk el kimondottan úszásoktatást tartani. És utána ez ennek híre ment, és egyre többen jöttek hozzánk az oktatásra. Azért beszélek többes számban, mert gyakorlatilag én rájöttem arra, hogy egyedül ezt igazából nem lehet, mert ha ketten dolgozunk, akkor már könnyebben tudunk differenciálni. Vannak olyan gyerekek, akik minden csoportban van, aki gyorsabban halad, van, aki ügyesebb, már előrébb jár, neki teljesen más kell, más feladatot kell adni, hogy élvezze és ne unatkozzon, mint annak, aki esetleg kicsit félősebb és lassabban halad. Úgyhogy mindig másod magammal dolgoztam. És egy idő után már nem csak gyerekeknek tartottak úszásoktatást, hanem bekapcsolódtak a felnőttek, a szeniorok is. Ezt önök kezdeményezték, vagy ez kívülről jövő kezdeményezés volt? Kolléganők kérdezték meg, hogy felnőtteknek miért nem tartunk. És akkor a sikere lett, hogy valóban gyakorlatilag felnőtt hölgyek, zömében hölgyek jöttek, de férfiak is látogatták az úszásoktatást. Tényleg nagy sikere volt, és nagyon sokan jártak. És örömömre meg is tanultak úszni, és viszonylag sokat láttuk közülük az úszodában, még a mai nap is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is.